Szinte megszámlálhatatlan szórakozási lehetőség, különböző ügyességi verseny várta a kicsiket, nagyokat egyaránt ezen a rendezvényen. A szervezők célja volt, hogy ezen a napon a gyerekek felhőtlenül jól szórakozzanak, és minden finomságot megkóstolhassanak, amiket nem minden nap esznek. Nagyon finom volt a cukor is, és már kipróbáltuk a ugrálóvárat is, és az is nagyon jó volt. Volt, akinek a vattacukor, volt, akinek inkább a sportjátékok nyerték el a tetszését, de az biztos, hogy ilyen sokféle lehetőség közül mindenki megtalálta a neki legjobb elfoglaltságot. A szervezők és a támogató alapítvány egyesület is a szívét, lelkét beletette ennek a szép napnak a megvalósításába. Ez látszott is mindenem. A Kolónia Alapítványnak a 2023-as évi munkatervében szerepelt a Majosi Gyermeknapnak a megrendezése. Természetesen nem önállóan rendezzük ezt, hanem a várossal közösen, illetve hát az Angyal Hívó Egyesülettel és a Majosi képviselő úrnak a közreműködésével. Hát többszöri egyeztetés után jött létre ez a mai napi program. A polgármester asszonynak a hathatós közreműködésével mindig nagyon pozitívan áll ezekhez a feladatokhoz, és támogatja az elképzeléseinket. Az, hogy ma ez létrejöhetett, ez a Városi Civil Alapprogramnak köszönhető, hiszen erre a mai napra az alapítványunk 2,5 millió forintot fordít, és hát ezt örömmel tesszük, mert ez a gyermekeknek egy olyan nap, ami boldogságot jelent. Az elnök elmondta, szeretnék ezt hagyományát tenni, és remélik, minden évben lesz lehetőség erre vonatkozóan pályázati kiírásra jelentkezni. Nagyon sok színes program várta a gyerekeket, amik költségeinek 90%-át az alapítvány fizette. Minden gyerkőc vagy dobozos gyümölcslevet, illetve ami nem túl egészséges, de ugye a mai nap ez mind megengedett, cukorkával, illetve nyalókával kedveskedünk, és a mai nap folyamán szinte az összes játékelem ingyenes számukra. Kezdeném mindjárt itt az elején a bejáratnál, ugye lehet arcfestést kérni, gyönyörű lufikat tud hajtogatni az egyik szolgáltatónk, kézműves foglalkozás is van, fafaragás, illetve gyöngyfűzés. És hogy a természetes dolgoknál maradjunk, vannak népi fajátékok, fa körhinta, illetve különböző ügyességi és stratégiai játékok, amik fából készültek. Vannak ugrálóvárak, egészen kicsiknek és nagyobbaknak is, az Eurojam, illetve egy mászófal is található hátul a sarokban. Az Angyalhívó Egyesület jó voltából palacsintát is lehet enni, gondoltak az ételérzékenyekre is, így tejmentes palacsintával is tudnak szolgálni. A gyerekek ezeken kívül csillámtetoválást is készíthettek maguknak ingyen, de volt váltóverseny, lufitaposó, csokievő verseny is. Azoknak az ügyeseknek pedig, akik részt vettek bármilyen versenyen, még plusz ajándékokkal is kedveskedtek a szervezők. Így a leglelkesebbek úszógumival, esernyővel, kulaccsal, vagy akár apróbb játékokkal is gazdagodhattak ezen a vidám napon. A szülők, nagyszülők is nagyszerűen érezték magukat a mulatságon, és örültek, hogy ilyen lehetőség adódott a település részem. Örülünk neki, köszönjük szépen, úgyhogy klassz, sok minden van. És legalább itt vannak az unokák, és ki tudjuk próbálni. Délután még habpartival és cukorkágyúval is kényeztették a lurkókat, este pedig a csurgózenekar adott koncertet. Így biztosan állíthatjuk, ezen a napon minden gyermek mosolyjal az arcentért nyugovóra. A gyereknapot egyébként nemzetközi szinten 1925-ben Genfben tartották először a gyerekjóléti konferencián, célja pedig az volt, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és jólétére. Ez a nap lehetőséget ad a felnőtteknek, hogy kifejezzék szeretetüket és megbecsülésüket irántuk, hiszen mindegyikőjüknek joga van a játékra, oktatásra, biztonságra és szeretetre. A lényeg, hogy időt töltsünk a gyermekeinkkel, figyeljünk rájuk, és részt vegyünk az ő örömeikben. Ez lehetőséget ad számukra, hogy kifejezzék az érzelmeiket, gondolataikat, és megerősíti a családi kötelékeket.